Jelentősen csökken az erdőtelki csatornadíj. Átadás előtt a megújult lőrinci idős otthon. Mikulás a 60-i kórházi dolgozók gyermekeinél. Üdvözlöm Önöket, ez itt a HOTV híradója december 8-án, pénteken, én Faragó Zoltán vagyok. 2018. január 1-től köbméterenként 165 forinttal kisebb árat kell fizetnie az erdőtelkieknek a szennyvízszolgáltatás igénybevételéért, így minden erdőtelki családnál éves szinten több mint 10.000 forint marad meg, jelentette be a településen Szabó Zsolt államtitkár. A térség parlamenti képviselője korábban is segítette a helyi csatorna beruházást, így lakossági önerő sem kellett a beruházáshoz. Könnyebb lesz kifizetni január 1-től a szennyvízdíjat a néhány éve erdőtelken megépült csatornaszolgáltatás után, jelentette be a településen Szabó Zsolt, a térség parlamenti képviselője és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Felidézte, néhány hónappal ezelőtt helyi lakosok keresték meg azzal, hogy igen magas a csatornadíj a településen. Szabó Zsolt mellett a helyi képviselőtestület tagjai és a falu polgármestere is elkötelezett volt a csökkentés elősegítése érdekében, és megindultak a tárgyalások. Tárgyaltak az Energiahivatallal, a minisztériummal és a Heves megyei vízművel. Ennek eredménye, hogy 2018. január 1-től köbméterenként 165 forinttal kisebb árat kell fizetni az erdőtelkieknek a szennyvízszolgáltatás igénybevételéért, így minden erdőtelki családnál éves szinten több mint 10.000 forint marad meg. Minden hónapban 1.000 forint marad meg. Hát ha más nem, akkor a gyermekeinkre meg az unokáinkra ezt a pénzt rá tudjuk költeni. Én azt kívánom, hogy sok ilyen szerencsés karácsonyunk legyen. Stregova Márta gazdasági vezérigazgató a megyei vízmű részéről megerősítette, Szabó Zsolt államtitkár segítségének eredménye a nettó 130 forintos díjcsökkenés elérése, és a vízműnél felülvizsgálták a próbaüzem költségeihez mérve a rendes üzemeltetés költségeit. A tényleges költségeink annyi volt, az a próbaüzemnek a tényleges költségei alapján számoltuk ki, de miután lezárult a próbaüzem, azt tapasztaltuk, hogy ezek a költségeket még lehet csökkenteni. Eddig az intézkedésig a környék településeihez mérte, mint egy duplája volt a díj, és mint korábban megjelent, az 1,6 milliárdos szennyvízberuházás eredetileg 85%-os támogatású lakossági önerő nélküli kivitelezéséhez is szükség volt a képviselői lobbira. A beruházás minden esetre elkészült, üzemel, védi a környezetet és emeli az erdőtelki ingatlanok értékét, jövőre tehát kisebb tarifa mellett. A kormány a háztartási nagygépek cseréjére meghirdetett program 600 millió forintos keretösszegét 2,6 milliárd forintra emeli. A több mint négyszeres forrásmennyiségnek köszönhetően minden sikeres pályázó megkapja a 25-45 ezer forint közötti támogatást hűtő- vagy fagyasztókészülékek, mosó- és szárítógépek beszerzéséhez. Szabó Zsolt klímapolitikáért felelős államtitkár elmondta, a pályázatok elbírálása karácsonyig lezárul. Teljesen megújult az idősek otthon a Lőrinciben, mindjárt fel is avatják. Felújították az épület fűtésrendszerét és a vizes blokkokat, elvégezték az épület külső hőszigetelését, a villamos hálózat cseréjét és kicserélték a nyílászárókat is. A felújítás 65 millió forintból valósult meg. Most még üres, de hamarosan újra élettel teli lesz az idősek otthon a Lőrinciben. A képviselőtestület több határozati javaslatban döntött az épület felújításáról. Az önkormányzat a munkálatokra 20 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrás nyert el, amihez a város 23 millió forintos önrész biztosított. Mivel egyéb felújításokat is el kellett végezni, így összesen 65 millió forintból újult meg az otthon, ami Víg Zoltán polgármester szerint sokkal nagyobb komfortérzetet fog biztosítani az itt lakóknak, valamint hosszú évekig el tudja látni a feladatát. A költözés a hétvégén fog megvalósulni. A költözés az a hétvégén szombaton fog megtörténni, akkorra van a betegszállító kikérve, illetve akkorra vannak önkéntesek, önkormányzati dolgozók fognak segíteni, tehát aznapra egy nagy feladat vár mindenkire, hisz vannak betegidősek is, akiknek az átszállítása nem egyszerű, de én azt gondolom, mint ahogy zökkenőmentes volt az ide költözés is, most a visszaköltözés könnyebb lesz, mert mindenki örömét fogja ebben lelni, hogy egy új intézménybe tud majd innentől kezdve lakni, főleg az idősek. Aki pedig a költözés vezényli, annak is öröm lesz, hogy az idősek arcán látja az örömet. Az intézmény 24 lakója a felújítás idejére átmenetileg a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézménybe költözött, ahol, mint korábban megírtuk, már az új elektronikusan mozgatható ágyakat is használatba vehették.
Ahogy korábban jeleztük, a 60-i kórházba többször is visszalátogatott a héten a Mikulás. Csütörtök este az intézmény dolgozóinak gyermekeihez érkezett meg ajándékokkal, és elhozta magával a Hózzáport és a Buborék együttest is. Az Albert Schweitzer Kórház idén elnyerte a Családbarát intézmény címet. Ennek kapcsán programsorozatot indítottak, melynek ez a Mikulás buli volt az első állomása. Most kizárólag családbarát munkahelyrében a kórházi dolgozóknak és a 14 év alatti gyermekeik számára. A zsúfolásig megtelt aulában szinte érezni lehetett a várakozás feszültségét. Amíg az ünnepi műsor nem kezdődött el, addig a megterített asztalokról bátran lehetett venni szendvicseket, pogácsát, süteményeket, mivel szemlátomás sose akartak elfogyni. Schmidtné Tóth Edit, az egészségfejlesztési iroda szakmai vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd felkonferálta az este hangulatfelelősét, a Buborék együttest. A zenekar egyből belecsapott a húrok közé, és többek között olyan slágereket adtak elő, mint az Icipici kismese vagy az 1-2-H. Nem csak a gyerekeket vonták be a műsorba, hanem néhány szülőt is, nem kis derültséget okozva. Bár az időjárás nem volt igazán télies, az együttes hóemberrel is készült, valamint igazi hóesést varázsoltak az aulába. Érdeklődésünkre néhány gyermek elárulta, hogy mit hozott neki a Mikulás, volt, aki bővebben, volt, aki kevésbé. Cukiat. Meg? Meg? Télapot. Meg? Sok édességet? Igen. Aig evett nálunk, aig ivott, és ott volt a pozéti, az egyikből evetett felett, a másikból is, és a harmadikból. Aztán elszágódott, aztán jöttem az emeltre, aztán pedig ott jártok anya, meg apa, meg a többiek nem akartak hozzáinni, de aztán megjártam az én játékot, az a neve, hogy Yeti a spagettiben. Az olyan játékon nem a legfiatalabb kezdi, hanem egy kicsit más, úgyhogy a jegidőszebb kezdi. És addig érvényes a játék, amíg a Yeti nem köt ki a tájának a jeg alján. És volt ilyen sok ilyen csoki Mikulás, volt egy ilyen nagy kinderpingvin, amiben ilyen versenyautó volt. A gyerekek legnagyobb örömére maga Buborék Berci is megjelent, és kezdetét vette a hógolyó csata. A felfokozott hangulatban a zenekar rákezdett a Hullapelyhes című dalra, melynek hangjaira megjelent az este sztárja, a Mikulás. Miután elfoglalta a helyét a karosszékben, elkezdődött az ajándékozás, amely mosolyt csalt mind a gyermekek, mind a szülők arcára. Bár december van, ezen az estén fagyos hangulatról nem beszélhettünk. 10 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány a szabadidősport ösztönzésére 37 szervezet számára, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A cél, hogy a következő 3 évben legalább 500 000 embernek, közöttük 30 ezer fogyatékossággal élőnek adjanak segítséget a támogatás révén a rendszeres testmozgáshoz, írta meg a kormány.hu. A nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány azt szeretné elérni, hogy 2021-re teljesen elektronikusan készüljenek el a bevallások, ezért az adóbevallásokat még tovább egyszerűsítik. A kabinet azt kívánja megvalósítani, hogy 4 év múlva a vállalkozások minden társasági adóval, áfával, járulékokkal kapcsolatos tennivalójukat elektronikusan végezzék el. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, legyen szép a hétvégéjük, a viszontlátásra! Szombaton várható csapadék egyre több felé havas eső havazás formájában. Visszaesik a hőmérséklet 1-5 fok valószínű. Vasárnap is szeles marad az idő, de sok napsütés várható. Hétfőn néhol viharossá fokozódik a szél, több felé várható gyenge csapadék.